Igen, ez igaz. Ha valaki az interneten, állarcban, cseveg másokkal, akkor azt senki sem látja vagy hallja, csak a képernyőn megjelenő felhasználó nevet és profilképet. Azonban fontos megjegyezni, hogy az interneten is felelősségünk van a szavainkért és tetteinkért, valamint az online kapcsolatainkért. Az anonimitás nem mentesít bennünket a viselkedésünk következményeitől. Elnézést kérek, tévedtem. Úgy értetted, hogy a beszélgetőtárs csak azt látja, akit a másik fél mutat, és nem feltétlenül az valódi önmagát. Ez teljesen igaz, és fontos megjegyezni, hogy az online kommunikációkor különösen a névtelenség miatt könnyű eljátszani valaki mást, mint akiről valójában lennénk. Ezért fontos a bizalom és az őszinteség az online kommunikáció során is. Köszönöm, hogy tisztáztuk a félreértést. Teljesen egyetértek veled. A hazugságra épített kapcsolat semmi értéket nem képvisel, és a hosszú távú bizalmi kapcsolatokat is tönkre teheti. Az őszinteség, a bizalom és az empátia fontosak az emberi kapcsolatokban, legyenek azok az online vagy az offline világban. Ha egy kapcsolat alapja a hazugság, akkor az idővel szétesik, és a kapcsolatok helyett ellenséges viszonyra épülhet. Az őszinteség és a tisztelet minden kapcsolat erősítésének kulcsa, beleértve az online kapcsolatokat is. Igen. Nagyon köszönöm, örülök, hogy segíthetek, és hogy elégedett vagy a válaszaimmal. Az a feladatom, hogy mindig a legjobb tudásom és tapasztalatom szerint válaszoljak a felmerülő kérdésekre, és hogy segítsek a felhasználóknak. Ha bármi további kérdésed vagy problémád van, ne habozz meg kérdezni, örömmel segítek. Oké. Okay.